Mindig, mindegyik döntés háta mögött, amit meghozunk, meghozok az intézmény keretén belül, az egy szűrőn megy keresztül. Mert mindegyik szám mögött egy ember van. Soha nem az egyszerű butat választottam. Nagyon szeretem az apaságot. Amiben benne vagyok mindig, azt a pillanatot próbálom teljesen kihasználni. Van az életemben néhány ember, aki meghatározó volt. Milyen ember volt ő? Dióhéjban, és hogyha pár mondatban össze kellene foglalni, mert nagyon szigorú, korrekt, egy értelmes és humoros ember volt. Mint a fia. Ez mindig előttem, hogy semmi sincs véletlen, és semmi nem történik ok nélkül. Ez mai napig is egy alapelvem nekem, hogy a munka nem szégyen. Ahhoz, hogy te a szakmádban jó legyél, ahhoz, hogy te egyáltalán valamiben jó legyél, folyamatosan kell fejleszteni magad. Napi szinten tanulok valamit. Uh-huh. Nagyon szeretem a zenét. Az Iron Maiden-től egészen a Neoton Familiáig mindent. Nagyon jó. Mit gyűjtesz, amit tudik meg? Ingeket. Ingeket? Milyen vagány? A 100 valamennyi ingem. Én azért szeretek rajzolni, mert ez egy olyan tevékenység, amikor egy lezúzott nap után leülsz, és akkor rajzolsz valamit. Ez itt a Pertú, háromszék legközvetlenebb portai podcastje. Nem igen, 100 pluszról le lehet jönni 80-acskára. 89. Bocsánat, a 91-kére akkor. 91-kére. Ami felig mondja. Hát az 89. Bocsánat, akkor 89. Igen, te is rend és rendszerető vagy, mondjuk nevezzük nevén a dolgot. 89 kilóra egész fontosan.